Hatbanival csökkent a szemétdíj Marosvásárhelyen, bár a Kerelőszentpáli hulladéklerakót beüzemelték, az új környezetvédelmi adó nem tesz lehetővé nagyobb ármérséklést. Márciustól a marosvásárhelyi lakosok havi 9 lej 28-ban is szemétdíjat kell fizessenek. A Kerelőszentpáli hulladéklerakó megnyitása következtében a szemétdíj 7 lej kellene legyen, csak hogy a januárban életbe lépő környezetvédelmi adó bonyolítja a helyzetet, mondja Florián Moldován. Annak ellenére, hogy bevezették ezt az új környezetvédelmi adót, a lakosság által kifizetett szemétdíj alacsonyabb lesz. Eddig 9 lej 34 bani volt áfástól, ezentúl 9 lej 28 bani lesz. Azzal, hogy Kerelőszentpálra viszik a hulladékot, gyakorlatilag visszás helyzet alakult ki. Ha nem lenne az új adó, akkor 40%-kal kevesebbet kellene fizetni. Az új környezetvédelmi adó tonnánként 80 lejes költséget ró a hulladék tárolójára. A kormány szerint ez valójában egy büntetés amiatt, hogy az unióval szemben vállalt kötelezettség ellenére Románia nem teljesít kellőképpen az újrahasznosítás terén.